Sóder színpadán Pokorni Lia. És te hozad. Szia! Dolgolak. Gyere, foglalj helyet. Olyan jó virgácsaid vannak, néztem, ahogy bejöttél. Hát... Tulajdonképpen megpróbálom tartani magam, mert mindig nadrágban vagyok. De most azt szeretnéd, hogy dobjam szét magam? Vagy... Nem, hát ez esetleg egy későbbi megbeszélés tárgya. No, kérlek szépen, van egy kis fiad, aki már nem is olyan kicsi, azt mondhatjuk, hogy az édesapja kicsoda, azt mondhatjuk, Csányi Sándor, igen, ő most már 6 éves. Igen. És ha te játszol, akkor kell babysittert venni, vagy pedig édesanyát hadra fogható. Igen. És időnként Sándorunk is azért, vagy ő nem nagyon. De, hát hogy? Hát elviszi, hát vagy nem tudom, micsoda, elveszti, vagy mégis van, ami... Hát persze, melyik anya-fiú kapcsolat nem intenzív, de hát a tietek bizonyos értelemben talán még intenzívebb is, ugye ezt 2,5 évig szoptattad, azt hiszem, ugye? És hát ő a melleiddel, ugye, és egy ilyen nagyon sajátos kapcsolatot alakított ki ideje korán. Hát el is nevezte őket. Igen. Az egyiket Jóskának, a másik... Jóskának? Jóska, a másik pedig Zoltán Erika, így. Igen. De, hogy ez... Igen. Mondd, és ezt próbáltad faggatni, hogy ez honnan jön? Tulajdonképpen ő ezt nem magyarál, tehát egyszerűen ezt váltja ki belőle. És, de akkor ő már azért nagyobb bacska volt, ugye? Tehát, mert hát... Igen, tehát egyszerűen mindig azt érzem, hogy külön kezeli, mint a két külön élőlény lenne, tőlem független. Igen. Tehát hogy hárman vagyunk. Igen, tehát hogy én hárman vagyunk. És arról lehet tudni, hogy Zoltán Erika énekművészete, hát hogyan hatott ilyen mélyen a gyermeki lélekbe, de bele? Nem adott erre magyarázat. Nem adott. Például volt egy nagyon jó barátnőm, aki érve van is, aki sokáig a kisfiam felesége volt, és egyszerű jött hozzánk, én szoptattam őt az ágyon, és így fedetlen keblekkel feküdtem a hálószobában, és csöngettek, Misi kiment, megkérdezte, ki az, beengedte az Ancsi barátnőmet, Ancsi bejött a hálószobába, igen, csinált neki egy kávét, és utána... Bejött a hálószobába, és én így heverésztem, és mondta, hogy Cici, bemutatom Ancsikát. Ancsika, bemutatom Cicit, puszíjátok meg egymást. Hát ő 6 éves, de hát már bizonyos értelemben igazi férfi. Hát előfordult már, hogy utaztunk piknikezni a Margit szigetre, és akkor a 4-es-6-oson álltam a nagy szekker, a kajával, a kimentek, igen? Hát persze, kapaszkodtam a villamoson, tele a villamos. Megyünk, anya, miért nem ülünk le? Hát mondom, kisfiam, nincs hely. Anya, miért nem ülünk? Mondom, kisfiam, nincs hely. Adja már át valaki a helyét, nem látják, hogy gyerekkel van? No, gyerekkorod óta színésznő akartál lenni, vagy nem? Vagy ez csak később? Megfordult a fejedbe. Milyen, hát nem színházi szerepekbe fordultál elő? Árultam ilyen mélyhűtőbe és mikrohullámos hűtőbe való műanyag edényeket a Győri strandon. Azon gondolkodtam, hogy mivel tudnék egy kis pénzre szerteni. De ki vesz a strandon mély? Hát a strandon veszünk fagylaltot, kolbászt, vattacukrot, sört, hát ki a fene vesz mélyhűtő edényt? Az akkori fogyottaim úgy érezték, hogy... Fogyott, igen. És akkor az egyik barátnőm azt látta, hogy valami felszolgálói állást hirdetnek, és hogy ez biztos, hogy jó, mert valami... Ez már a Pince színházas időszakban volt, igen. És akkor ez milyen jó, mert esténként akkor még tudunk mellette egy kis pénzt. Jó, menjünk el, és emlékszem, hogy azt se tudtam még Budapesten, mi hol van, csak próbáltuk térképpel kiböngészni, hányas busz, akkor ott valami taxit fogtunk, és akkor mondtuk, hogy hova megyünk, és a taxis kérdezett, biztos. Hát igen, jó, hát akkor csak egyet szeretne, hogy hagyj várjon meg minket. Hát mondom, milyen kedves, jó, várjon meg. Bementünk, nagyon-nagyon furcsa hely volt, és egy hölgyel kezdtünk beszélgetni, és akkor ő elmondta, hogy mi lenne a feladatunk, hogy hát itt kellene inni férfiakkal, aztán vannak ott szobák, ott utána fölmehetünk. És ott tovább inni, vagy enni?
Szerintem ő másra gondolt. Másra. Igen, másra gondolt. Mondtuk, hogy mi köszönjük, de nem ezért jöttünk, meg mi színház, meg színészek szeretnék, és akkor nagyon hosszan elmagyarázta, hogy ostobaság, tehát ebben van pénz. Ki az a hülye, aki színésznek megy, tehát abból nem fogunk az életben megérni. Élni, és akkor... Mennyire hát igaz, ez... Olvastam rólad, hogy bohóc szerettél volna lenni. Igen. Hát tulajdonképpen az vagyok. Nem, de, tehát, hogy azt érzem, hogy én amikor a bohócokat néztem a cirkuszban, én mindig sírtam a végén. Tehát nekem ez olyan szívszorító. És tehát, hogy pont azért, mert annyira gyönyörű, hogy nevetni tudnak magukon. Csomó hibával együtt saját magukat is, meg a helyzetet is tudják szeretni, és nekem ez olyan szívszorító. Vagy a színházban is igazából ezt keresem, hogy ezt az elfogadást, hogy ezt a szeretni magunkat is, meg másokat. De ez valami ilyesmi. Igen, nekem is inkább egy fájdalmas műfaj. Na hát, nagyon szépen köszönjük. Végül is te a színészetben is letettél számos dolgot az asztalra. Nem mintha a beugró nem volna a színészkedés, nagyon is az, sőt bizonyos értelemben a magas iskolája, ugye. Hogy érzed magad ebben, hogyan kerültél ebbe a beugróba? Fölhívtak, hogy nagyon gyorsan be kéne ugranom a beugróba, mert két nap múlva lesz egy próbaadás, és hogy baromira kéne egy színésznő. És igazából hát a beugróba beugrani, ez igen, abszolút mértékben, igen. Ez abszolút mértékben stílusos. Igen. Szóval ez egy nagyon intenzív készenlétet jelent. Mert én személy szerint ugye arra gondolnék, hogy nem kell hosszú szöveget megtanulni. Például te, én ezt az életben nem tudnám csinálni, hogy, amit te. Hát én is furcsa lennék Oféliának, de hát ezt majd, majd még erről diskurálhatok. Volt-e olyan feladat, amiben leblokkoltál, vagy legszívesebben azt mondtad volna, hogy na most állítsuk meg a dolgot és elsüllyedek? Én mindig ezt érzem. Mindig elégedetlen vagyok, és mindig azt érzem, hogy hát mikor fognak kirúgni. Tehát, hogy vegyék már észre, hogy ez nem megy nekem. Tehát én így megyek haza, és akkor mondtam, hogy igen, hazamegyek, sírok, és levágok egy nagy hisztit a párnak között, és akkor valahogy sikerül. Milyen feladatok várnak rád szakmád bármely területén? Április végén lesz bemutatóm, a Rudolf Péter rendezi az Ahogy tetsziket, és én vagyok a Rosalinda az Új Színházban. Köszönjük szépen! Köszönöm. Minden jót! Köszönjük szépen, azonnal folytatjuk!